Kovács Zoltánnal folytatjuk, a kormányszóvivel, akivel azzal kezdem, hogy hát a magyarokról, rólunk Magyarországról bárcsak mindig ilyen hírek lennének a világban, és semmi ennél rosszabb. Szerintem ez mindenkinek öröm. Jó reggelt kívánok, ez így van. Teljes szívemből magam nevében is, és azt hiszem a kormány nevében is gratulálok az alkotóknak, illetve az egész stábnak, hiszen egy óriási siker. Egyúttal egyfajta kis válasz is a fanyalgóknak, akik az elmúlt években, az elmúlt néhány évben a magyar film jövője miatt oly sok kritikát fogalmaztak, mert nem az első, de szerencsére az egyik legfényesebben csillogó csillag most itt ebben az évben. Még egyszer teljes szívemből gratulálok nekik. Annyira féltem tőle, hogy azt fogja mondani, hogy is ebben benne van a kormány is a gondolat, tehát egy kicsit mondta. Ez olyan, mint a sport, és a sport is ma sokszor előkerült. Ha már itt tartunk, egyébként ne kerülgessük ezt, meg szerintem azt azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt 5 év átalakulásai, amelyben egyébként a film alap átalakulása is ott volt, sok kritika érte őket. Azt gondolom, hogy csattanós válaszokat kezd adni erre a dologra. Van egy kedvenc filmem, van valami csodálatos és megmagyarázhatatlan itt az elmúlt évek terméséből. Tehát egyre több olyan film van, ami közönségnek is tetszik, minőségét, felfogását, világlátását, Nemes Jeles Lászlóék közelítése a holokauszhoz, azt gondolom, hogy ennek ékes bizonyítéka olyan újdonságot tud hozni, ami nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is megállja a helyét. És én azt gondolom, az is, amilyen szerénységgel a díjakat az elmúlt fél évben, 3-4 évben, és ezt a rengeteg dicséretet kezelik, és ahogy viselkednek, szerintem ez is példaértékű. Azt gondolom, megy benne egyetértni. Sport, ha már szóba hoztam. Orbán Viktor azt mondta pénteken, hogy a politikát a sporttól távol kell tartani. Hát azt hiszem, hogy aki követi az elmúlt néhány év magyarországi sporteseményeit és a sportbéli eseményeit főleg, hát ettől nehezen tudott mosoly nélkül szabadulni ettől a mondattól. Tehát a sporthoz nagyon régen volt ilyen közel a politika, mint most. Ez az kormány szándékával ellentétes. Nem mit értesz alatt, hogy nem volt ennyire közel hozzá, mondjam példát rá. TAO támogatás, a fideszes politikusok a különböző sportszövetségekben elfoglalt rohamszerű funkcióváltásai, a kormány elkötelezettsége, olimpia, EBVB, ki tudja milyen sportágok, milyen eseményei iránt, tehát hogy mintha folyamatosan a sport körül mozogna egy kicsikét a kormányzati vagy Orbán Viktor gondolkodás mondja. Ehhez képest mondani tőle azt a mondatot, hogy a politika és a sport távolságot kell, hogy tartson egymástól, az furcsa. De fordítsuk vissza a gondolatmenetét. Én nem politikát látok ebben, hanem azt, hogy a korábbi esztendők, a 2015-10 előtti időszak mondásaihoz képest az állam, Magyarország, a magyar kormány, az nem csak szavakban áll ki a sport mellett. A TAO az egy lehetőséget kínál a sportfinanszírozásban, ezzel sokan éltek, az első eredmények azért itt is látszanak, azért mégis egy ebbi szereplés kivívása a futballválogatott részéről. Hát ha csak a fociról beszélünk, akkor lehet valamit. Igen, de nézze végig, azért a kézilabdában, egyéb más sportágokban ott vannak az eredmények, egy építkezés zajlik. Az, hogy a kormány kiáll egyébként... Most a kézilabdában vitatkozhatnánk, lásd olimpia. Igen, de ettől függetlenül például a klub bajnokságok, európai szintű bajnokságok szintjén a magyar klubok ott vannak, tehát építkezés zajlik, ebben a kormány nem csak szavakban, hanem tettekben is kiállt a sport mellett. Én azt gondolom, hogy az a tény, hogy a kormány támogatja Budapest pályázatát az olimpiára, azt ne felejtsük el. Hamarosan megrendezzük ugye az úszóvilágbajnokságot. Ezek mind olyan befektetések a jövőbe, amelyek nem csak a sportolók érdekében, sőt elsősorban nem is az ő érdekükben történnek, hanem az minden magyar érdekében. Azt mondja, hogy a riói csapat méretét nézzük? Ugye ez minden idők egyik legkisebb csapatának ígérkezik. Én mindig, nézze, lehet, különféle mércék vannak, majd Rio után értékeljük, hogy pontosan mi történt. Az viszont biztos, hogy az egyik legsikeresebb, leginkább népszerű és emblematikus sportágban, az úszásban, ott békességre van és párbeszédre van szükség. Na, hát ebben erről még majd beszélünk ma reggel úgyis. Ön szerint mi zajlik az úszószövetségben most? Teljesen őszintén mondom, hogy nem tudom. Valószínűleg, és éppen ezért mondom, hogy a politika távol tartja magát ettől, nem nagyon tudja senki még az úszók között, hogy pontosan mi az igazság. Mi egyet tudunk tenni, hogyha kell, akkor közvetítünk az érintett felek között. Volt egy Orbán Cameron találkozó, volt egy sajtótájékoztató, ahol szemmel láthatólag a két miniszterelnök igen mosolygos kedvében volt, de mintha máshol lettek volna mégis a hangsúlyok. Orbán Viktor egyfajta közösségről, David Cameron pedig a brit érdekekről beszélt.
Szerintem mind a ketten a nemzeti érdekekről beszéltek. Talán volt egy olyan mondat éppen a magyar miniszterelnöktől, amit a David Cameron miniszterelnök is tulajdonképpen visszhangzott, hogy minden miniszterelnöknek, minden kormánynak az a dolga, hogy elsődlegesen a saját nemzete, a saját állama érdekeit képviselje egy-egy tárgyaláson. Ez egyáltalán nem zárja ki, sőt egyébként a tárgyalások jó hangulat az pontosan arról tanúskodik, hogy adott esetben nagyon kényes kérdésben, itt ugye a munkavállalók érdekeinek, juttatásainak kérdésében vannak nézeteltérések egyébként, nem elsősorban Magyarország, hanem úgy teszik európai szinten, abban is lehetséges olyan perspektívát felvázolni, ami működőképes lesz. Orbán Viktor ezekben a V4-ek együttműködését hangsúlyozta. Egyedül gyengébbek vagyunk az ott munkavállalást fontolgató, vagy már ott lévő magyarok érdekeinek megvédésében, mint mondjuk V4-ként tárgyalva a britekkel? Hát azt gondolom, hogy ez a politika szabálya szerint mindig így van. Tehát egyedül az ember mindig gyengébb, mint hogyha mondjuk másik három állam, vagy ne adj Isten, történeti, szociológiai, társadalmi értelemben az öröksége révén hasonló cipőben járó közép-európai régió államai is kiállnak, illetve egységesen lépnek fel egy dologban. Én azt gondolom, hogy feltettek nekem kérdést ezzel kapcsolatban már a találkozó előtt, hogy ez most egy retorikai vagy tartalmi közelítés, nem retorikai. Tehát nem azért ellenezzük azt, hogy migránsnak tekintsék a magyarokat, mert csúnya a szó, hanem azért, mert egy tényszerű és tartalmi probléma van ezzel a dologgal. Európán belül a szabad munkaerő áramlása, a szabad munkavállalása, a leterepedés szabadsága az egy olyan jog, amely minden európai polgárt megillet. És ha visszakanyarodunk a kérdéséhez, egyébként ugye Magyarországon jelen esetben 50-55 ezer embert érint, a lengyelek esetében nagyságrendileg van különbség, tehát 700 ezer körül olyan ember van, aki ebben a pillanatban lengyelként, ha jól emlékszem a számokra, ott él. Ezért több mint 1 millió fordult el az elmúlt években. Orbán Viktor lengyelországi látogatásának érdemes volt erről előtte beszélni a lengyelekkel, ugyanazt tudjuk-e képviselni London felé? Többfajta spekuláció van ezzel kapcsolatban, hogy a miniszterelnök, illetve a pártelnök úr miért tudja. Nem kell spekulálni. Igen, de nyilván szóba került ez a dolog is. Hát pártelnöki szinten a pártkapcsolatok, illetve a régi harcostársak találkozóján nem feltétlenül ez az egy téma, illetve ez a fő téma volt. Annak megvan a megfelelő kormányzati szintű egyeztetés, erre a közeljövőben majd sor kerül, amikor úgy a lengyel miniszterelnök asszony látogat. Úgy gondolkoznak a V4 szerepéről, hogy egyfajta ellensúlyt kellene képeznie ennek a négy országnak, mondjuk a mag Európával szemben, a német-francia koalícióval szemben? Én sosem szerettem, meg azt mondom, a kormány sem szereti az ilyen típusú szembeállításokat. Az biztos, hogy vannak olyan típusú különbségek felfogásban, közelítésben, egy-egy dolognak az interpretációban, lásd munkavállalók áramlása Közép-Európában, Nyugat-Európában, amiben érdekazonosság van. És ezt időnként érdemes felsorakoztatni adott esetben tradicionálisan, vagy régebb óta az Európai Unió tagjaiként létező, működő államokkal, ha úgy tetszik, szemben, csak azért is, hogy megvédjük a saját igazunkat, illetve azokat az értékeket, amelyek számunkra teljesen egyértelműek az Európai Uniós csatlakozás után. A sajtótájékoztatón résztvevő kollégák jól érzékelték, mert gyakorlatilag egyként így kommentálták, hogy egy dologban biztos nagy volt az egyetértés David Cameron és Orbán Viktor között, hogy nem akarnak egy erős Európai Uniót, hanem inkább a nemzetállamokban hisznek, és egy laza szövetségben. Hát bocsánat, egyetértés volt abban, hogy mind a ketten erős Európai Uniót akarnak. Csak az lehet, hogy másként akarnak erős Európai Uniót. Azt gondolom, hogy a britek és mi magunk is sokat beszéltünk arról az elmúlt hónapokban, években, hogy mi abban gondolkodunk, hogy egy erős Európai Unió erős tagállamokon keresztül valósítható meg. És elutasítjuk azokat a kísérleteket, amelyeket brüsszelizmus néven illetett egyébként mind a két kormányfő, amely igyekszik mint valós alapokon brüsszeli, ha úgy tetszik, bürokrata fennhatóság alá vonni olyan kérdéseket, amelyeknek nincs ott keresni valója. A másik téma a CSOK, az otthonteremtési program. Rengeteg kritika éri, hogy azoknak segít kizárólag, akiknek így is van pénzük, és voltak éppen meg tudják teremteni az alapját, ha nagyon akarják, hogy vegyenek egy ingatlant. Ebben ugye a pénzügyi okoknál fogva lehet valami igazság. A kiterjesztésére Orbán Viktor tett egy félmondatos megjegyzést a Kossuth Rádióban az ott interjújában. Ezt hogy képzelik? Hát ugye még gyakorlatilag el sem indult a program, megkérdettük, jogi értelemben már lehetőség van rá, folynak az előkészületek, ugye az élelmesebb vagy gyorsabban reagáló pénzintézetek már tulajdonképpen partnere, folyamatosan csöngenek a telefonok, önnek igaza van, nagyon nagy az érdeklődés, de én azt gondolom, font fordítva látjuk, tehát egy olyan konstrukciót sikerült kialakítani, ami 2012. január 1-e óta egyébként létezik, tehát az otthonteremtési kedvezmények rendszere, az nem egy újdonság. Itt egy olyan lépésről van szó, amely ezt most éppen a gyermekvállalás ösztönzése végett, a harmadik gyermek esetében egészíti ki egy nagyon vonzó elemmel.
nem vagyunk egyformák, különbségek vannak az egyes társadalmi csoportok anyagi lehetőségei között. Ugye valóban a jelenlegi szabályozás, ha úgy tetszik, a minimál béreseknél húzta meg azt a vonalat, amely fölött már reális lehetőség nyílik arra, hogy az adott keretek között a törlesztő részletet, ennek a felelősségét mindenki tudja vállalni, de ami a legfontosabb, hogy aki akar, vagy aki szeretne, az lakáshoz tudjon jutni, és valóban a kormány talán már valószínűleg szerdán is, de a következő hetekben foglalkozni fog azzal, hogy mondjuk a közfoglalkoztatásban dolgozók esetében hogyan lehet egy olyan fenntartható, és még egyszer leginkább az érintettek számára elviselhető és fenntartható programot meghirdetni, amely hosszú távon működőképes. Nagyon elment az időnk, van három gyors kérdésem, tegye meg, hogy gyorsan válaszol. 1 millió az állam által foglalkoztatott ember létszámának drasztikus csökkentéséről beszélt egy héttel ezelőtt Csepregi Nándor, ezt fel is kapta a sajtó, itt mondta el. Ő azt mondta, hogy 150 ezer embert nagyjából a piaci szegmensbe el kellene küldeniük még ebben az időszakban. Ezügyben a kormány elhatározott? Azt mondom, az elmúlt évek intézkedései, a közigazgatás átszervezése, az elektronikus közigazgatás folyamatának, illetve tervezésnek a felgyorsítása az arra felé mutat, hogy ha lehet, akkor a bürokrácia csökkentésnek legyen olyan aspektusa is, amely itt is megjelenik. Tehát azt gondolom, hogy felálltak azok a rendszerek, a helyi járási közigazgatási, megyei közigazgatási szintek, a központi közigazgatással kapcsolatban is sokszor nyilatkoztunk meg az elmúlt években. Nézzük meg, hogy hogyan zajlik ez az esemény. A bürokrácia csökkentésben, beleértve egyébként ilyen értelemben a bürokraták számának csökkentését is elkötelezett. Ez a 150 ezer szám, ez reális? Nem beszélünk számokról, folyamatról beszélünk, és arról, hogy a szándékolt cél, tehát a célkitűzésünk az, hogy egy hatékonyan működő magyar állam jöjjön létre. Egy mondat elég vissza a sportra, de másképp Bokros Lajos azt mondta, hogy úgy tudja, hogy nem lesz népszavazás. Barabás Riárd az imént azt mondta, hogy de próbálnak. A kormány támogat egy olimpiai népszavazást? Mi az olimpia kezdeményezését támogatjuk Budapest részéről, olyan kezdeményezés, amely népszavazást szeretne kiírni, mert ugyanúgy, ahogy egyébként maga a kezdeményezés, ugye a kivitelezés Budapesten múlik, hozzánk egyedülre nem érkezett. A világban is számos példa van, van, ahol tartanak, van, ahol nem tartanak. Azt gondolom, hogy azok a felhatalmazások, azok az egyértelmű szándékok, amelyek megjelentek a budapesti közgyűlésben a kormány részéről, azok egész egyértelműen mutatnak abba az irányba, hogy jó lenne Budapestnek és Magyarországnak egy olimpia. A kormány átveszi az agglomeráció közlekedésének működtetését Budapesttől? Valóban? Zajlanak a tárgyalásokat a következő hetekben, ezt majd meglátjuk. Hogy a hévet kiműködteti majd mondjuk február végén? Itt is többfajta opció van. Én azt gondolom, hogy február végéig ugye törvényi határidők bizonyos értelemben fennállnak, de ezen túlmutatóan, azt hiszem 2020-ig, sőt azon túlmutatóan van Budapestnek egyébként kötelezettsége ezzel kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy a törvényi kereteket, jogszabályokat betartva meg lesz a megoldás. Köszönöm szépen, hogy jött ma reggel. Jön a híradó, mindjárt folytatjuk.